Sopronban ünnepelték a magyar-kazah diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóját. A jubilom alkalmából a Kazah Művészeti Akadémia népizenekara a Liszt Központban adott hangversenyt, és a Berzsenyi Dániel gimnáziumba is ellátogattak. Rendhagyó énekórát tartottak a Soproni Líceumban a Kazah Nemzeti Művészeti Akadémia népizenekarának tagjai pénteken. A program a magyar-kazah diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulójához kapcsolódott. Az országok közötti kapcsolatok pillérei a zene, a kultúra és a sport. Mi azt választottuk, hogy a zenén keresztül erősítjük a két oldalú együttműködést, bemutatva a magyaroknak a kazah kultúrát, a különleges kazah zenei világot. A soproni diákok a találkozón a hagyományos kazah hangszereket is megismerhették. A művek nagyon érdekesek, hiszen olyan hagyományos hangszert is megszólaltatunk más húros hangszerrel együtt, mint a domra. A kazah domra egy két húros, hosszú nyakú, nyugat-ázsiai pengetős hangszer. A Kazah Művészeti Akadémia népi zenekara pénteken este a Liszt Központban adott hangversenyt. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere. Kazasztán és Magyarország kapcsolata több mint két rokonnép újra találkozása. A még szorosabbra fűzött kapcsolatok ékes bizonyítékai a magyar-kazah beruházási alap, valamint az elmúlt év októberében megalakult magyar-kazah stratégiai társaság. A kazak nagykövetség a magyar-kazah diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulóját ünnepelte a hangversennyel. Ma a Fővárosi Kazah Nemzeti Egyetem zenekara lép fel, amely csupa népi hangzat szólaltat meg, és bemutatja önöknek a steppe zenét. A koncerten a Kazah Nemzeti Művészeti Akadémia népi zenekarát Glimov Durán, a Kazah Köztársaság érdemes művésze vezényelte. A 70 fős zenekar tradicionális kazah dalok feldolgozásait, valamint népszerű Bizet és Verdi műveket mutatott be.